És azt kívánom mindenkinek, hogy a mai napon, mint egy díszes bába, perdüljön táncra a Pupos is, meg a Sánta. A kisbíró fogadta a vendégeket a Hosszú utcai óvoda 25. Szent Mihály napi vásárán szombaton. Az intézmény teljesen megtelt ovisokkal, testvérekkel, szülőkkel, nagyszülőkkel, akiket Dóka Pál Lászlóné, az intézmény vezetője köszöntött. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a régi óvodásainkat, a leendő óvodásainkat. Tényleg annyi minden vendégünk érkezik ilyenkor, hogy mindegyiket föl se tudnám sorolni, és természetesen a saját kis testületünket, alkalmazotti közösségünket nagy-nagy örömmel és nagy-nagy lelkesedéssel készültünk a mai napra. A jubileum alkalmából Pászti András, az esélyteremtési bizottság elnöke azt mondta, büszkék lehetnek őseink arra, hogy megőrizzük ezt a hagyományt. Igaz a jelmondatunk, ami körülbelül 1700-as években íródott még a Napóleon háború előtt, hogy sem magasság, sem mélység, hisz elég rossz idő van odaki, és mégis sokan itt vannak. Úgyhogy gratulálok az óvodai közösségnek és a kollégáimnak, akik megcsinálják, és önöknek kedves szülők, hogy eljöttek és segítik ezt a folyamatot. A kecskeméti kultúrában a Szent Mihály napi vásárnak, illetve a térségnek is nagyon nagy hagyományai vannak, több mint 200 éves. Nemcsik Mátyás önkormányzati képviselő ajándékkal érkezett az óvodába a 25. évforduló alkalmából. Én a mai napra, mivel ez egy ünnepi alkalom, egy kis meglepetéssel készültem a gyerekeknek, és hoztam minden csoportnak egy-egy csoportlabdát, amit majd Julika segítségével szeretném, hogyha odaadnának a csoportoknak. És hát nyilván ezeknek a labda, mint fogyóeszköz, mindig találnak megfelelő társat maguknak, és a gyerekek nagy örömmel tudnak majd játszani itt az óvodában, hogy fogadják szeretettel. A köszöntők után pedig elkezdődött az ünneplés. Mondókával. Majd tánccal és zenével mulatták az időt az ovisok, és természetesen a vásár sem maradhatott el.